Szép estét kívánok mindenkinek, köszöntöm a Csenger TV nézőit, híreink következnek. Jól halad az építkezés Nagygécben. Ahogy azt már megszokhatták, televíziónk rendszeresen beszámol a nagygéci megmaradás temploma projekt aktuális állapotáról. Nincs ez másként ma sem, hiszen munkatársaink ismét a 45 évvel ezelőtti 1970-es árvíz által szinte teljes egészében elpusztított településen jártak, melybe új élet költözhet a nagyszabású projektnek köszönhetően. Az általuk készített friss felvételeket láthatják most. A projektek kapcsolatos hír még, hogy annak munkatársai nem pusztán a különböző médiumok segítségével veszik igénybe az emlékhely nagy közönséggel való megismertetéséhez, számos nagy rendezvényre is kitelepülnek, hogy a standokon személyesen is találkozhassanak az emberekkel, és bemutathassák a nagy érdeklődésre számot tartó projektet. Az elmúlt időszakban például Fehérgyarmaton és Beregdarócon találkozhattak a helyiek az egyedülálló kulturális attrakció standjával, ahol jelen voltak a projekt munkatársai a Pátyodi Majálison is. Már 24 érték a helyi értéktárban. Néhány héttel ezelőtt már tájékoztattuk kedves nézőinket arról, hogy városunkban is megalakult a helyi értéktárbizottság, melynek feladata összesíteni és rendszerezni a város területén fellelhető települési értékeket. A helyi értéktár létrehozásának célja a város természeti környezetének, szellemi, anyagi, művészeti alkotásainak, hagyományainak összegyűjtése, bemutatása, ezen keresztül az összetartozás erősítése. A bizottság feladata meglátni és megláthatni egy-egy helyi közösség speciális értékeit, mondta Szabó János, a Helytörténeti Múzeum igazgatója, a Csengeri Értéktár Bizottság elnöke. A Csenger és közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott helyi érték felvételét a helyi értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a javaslattételi lap kitöltésével és visszaküldésével. Doltuk, hogy azok a Szamosparti galéria erdők, amik ugye itt húzódnak a Szamosnak a két oldalán, azokat feltétlen érdemesnek tartjuk. Amit füzesnek nevezik a jó név. Igen, ugye ez a szakmailag galéria erdő. Illetve úgy gondoltuk, hogy ha már ugye nem régiben odaépült egy nagyon szép turisztikai látványosság, akkor a parttal együtt a farkastanyát is így egybe vesszük fel a természeti értékek közé. Az értéktár bizottság eddigi munkájáról készült felvételünket mai adásunkban megtekinthetik, ahol a bizottság vezetői elmondják többek között azt is, hogy milyen értékeket vettek fel egy helyi értéktárba, és javasolnak a megyei értéktárba történő felvételre. Flashmobot tartottak városunkban. Egy úgynevezett flashmob, vagy villámcsődület került megrendezésre a Szent István téren. Az általános iskola diákai fehér pólót húztak, s egy jól begyakorolt koreográfia mentén bemutatott közös tánc után egy feliratot mutattak fel, mely szerint tisztán is lehet pörögni. Az esemény szervezői a nem mindennapi megmozdulással a drogfogyasztás, valamint más függőséget okozó szerek veszélyre kívánták felhívni a figyelmet. Csenger is kivette részét az Európai Ifjúsági Hét rendezvényeiből. A Csengeri Ifjúsági Egyesület Kelet-Magyarország ifjúsági értékeit Európába, Európa Ifjúsági Értékelet Kelet-Magyarországra elnevezésű projektjét az Erasmus Plus Ifjúsági Programiroda, az Eurodisk, a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma az április 3-ai közös döntésével 100%-os támogatás intenzitás mellett támogatása érdemesnek ítélte. Magyarországon az Észak-Alföldi régión belül Csengervárosban került megrendezésre az ifjúsági programsorozat az Európai Ifjúsági Hét 2015 keretében. Az Európai Ifjúsági Hét keretprojekt az Európai Unió összes tagállamában megvalósításra került május 4 és 10-e között.
Csengerben az Ifjúsági Egyesület, a Csengervárosi Kézilabdaklub, valamint az Ady Endre Gimnázium diák önkormányzatának, valamint az eseményre érkező vendégek közreműködésével május 9-én délelőtt hagyományos falusi disznóvágás került megrendezésre. Majd 14 órától konferenciára várták a résztvevőket a polgármesteri hivatal házasságkötő termébe, ahol a résztvevő helyi civil szervezetek bemutatkozása mellett több határon túli szatmári, szilágysági, ifjúsági szervezet tevékenységével is megismerkedhettek a jelenlévők. Ezt követően a konferencia résztvevői szót ejtettek a jövőben megvalósításra váró közös projektekről, illetve az eddigi együttműködés bővítésének lehetőségeiről is. A konferencián jelen volt dr. Tesmájer Gábor, a Szabolcs-Szatmár-Berenymegyei Kormányhivatal főigazgatója, a Szabolcs-Szatmár-Berenymegyei Kézilabda Szövetség elnöke is. És ezek után a projektek után esetlegesen nem csak ifjúsági területen, de tudjuk meg együttműködni. Én nagyon-nagyon örülök annak, hogy meghívtak, hogy pár gondolatot hozzátehettem a mai munkához, és kívánok mindenkinek kiváló tanácskozást. A napot a reggel elvégzett munka jutalmaként hagyományos disznóvágáskor fogyasztott ételekből álló vacsora, majd DJ dr. Simai vezetésével hajnalig tartó retro parti zárta. Születésnaposokat köszöntöttek. 90. születésnapja alkalmából köszöntötték a Mélius idősek otthonában Olá Juliannát, aki 1925. május 13-án született Tiszavasváriban, amit akkor még Bütszent Mihálynak hívtak. Ezt követően közel 40 évig tevékenykedett boltosként, valamint kocsmárosként Hajdúsámsonban. Majd nyugdíjazásáig a Tiszavasvári gépállomáson dolgozott könyvelőként. Három gyermeke született, Julianna, Péter és Éva, valamint második férjének gyermekét, Jánost is saját gyermekeként szereti. A 90 éves születésnapost Csengerváros önkormányzata nevében Forján Zsolt polgármester, Erdős Tamás alpolgármester, valamint Dócs Attila polgármesteri referens köszöntötte a Mélius idősek otthonában. A nap másik születésnaposa Özvegy Benedek Józsefné volt, aki 80. születésnapját ünnepelte. Irma néninek az 1954-ben esküdött meg férjével, majd Komlót-Tótfaluból 1970-ben Csengerbe költöztek. 4 gyermeke született, s mára már 5 unokával és 3 dédunokával büszkélkedhet. Irma nénit Új Élet utcai otthonába kereste fel az önkormányzat részéről érkező delegáció, hogy átadhassák az ünnepeltnek a jó kívánságok mellett a gondosan összeállított virágcsokrot és ajándékkosarat is. Testvérvárosi kirándulás Kovásznára. Május 2. hétvégén 3 napos kiránduláson vettek részt városunk nyugdíjas egyesületei. A több napon át tartó utazáson a Szeretett Nyugdíjas Egyesület és az Őszülő Fények Nyugdíjas Klub tagjai képviseltették magukat. A kirándulás számos székelyföldi települést érintett, többek között lehetőségük nyílt Máramaroson, Zabolán, Csomakőrösön, Korondon és Kézdivásárhelyen a helyi nevezetességeket megtekinteni. Gyönyörű látvány nyújtottak a nyerges tetőn elhelyezett emlékkopjafák, a Szent Anna-tó, illetve a Gyilkos-tó és a Békás-szoros látnivalói. A csapat megízlelhette a helyi gasztronómiai ételeket, és az erdélyi népművészeti termékekből is vásárolhattak kedvükre. Kiállítás a múzeumban. Új kiállítást rendeznek a helytörténeti múzeumban, ahol az érdeklődők a Vai Ádám Múzeum baráti köre által szervezett téli alkotótábor, őszi művésztelep munkáiból láthatnak egy színes válogatást. A tálat megtekintésére június 4-ig lesz lehetőség. Kedves nézőink, magam és munkatársaim nevében is megköszönöm a ma esti figyelmüket, további kellemes televíziózást, szép estét kívánok!
Szép estét kívánok a kedves televízió nézőknek, mai kulturális híreink következnek. Motivációs előadás. Fáradt, gondterhelt, sok a munkahely és családi problémái? Akkor itt a helye az életet nem érteni, hanem élni kell című előadáson. Május 28-án, csütörtökön, 17 órakor szeretettel várja önöket Tilk Lippai Marianna. Az előadás témája az önmagukba vetett hit, küzdeni tudás, akarat, lelkesedés, céltudatos gondolkodás. Az előadás után lehetőség lesz az újonnan megjelent Életkert hálanapló megvásárlására, dedikálására, illetve személyes konzultációra is. Szeretettel várjuk Önöket az előadásra, a belépés díjtalan. Bővebb információ a Művelődési Központ honlapján, illetve Facebook oldalán. Neves történész tart előadást városunkban. A Csengeri Ifjúsági Egyesület szervezésében kerül megrendezésre a professzor dr. Raffaelnő, neves történész, kutató, író, volt honvédelmi államtitkár, a Károlyi Református Egyetem professzorának előadására június 5-én pénteken 17 órától a polgármesteri hivatal házasságkötő termében. Az előadás témája Trianon okai és következményei. Az előadás után lehetőség lesz a professzor úr könyveinek megvásárlására, illetve dedikálására. Bővebb információ a Művelődési Központ honlapján, illetve az Ifjúsági Egyesület Facebook oldalán. További szép estét és kellemes estét kívánok!
Szép estét kívánok a Csenger TV nézőinek, és nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban vendégeimet, a Helyi Értéktárbizottság titkárát, illetve elnökét, Szabó Jánost, aki az elnök, illetve Fábián Lászlót, aki a titkár a Helyi Értéktárbizottságban. Az elmúlt műsorunkban beszámoltunk a Csenger TV nézőinek arról, hogy megalakult a Helyi Értéktárbizottság, és azt az információt kaptuk, hogy vannak már bizonyos dolgok, amelyek bekerültek ebbe a Helyi Értéktárba, és szeretném megkérdezni titkár urat, hogy az Épített Környezet című fejezetben milyen helyi értékek kerültek be? Tulajdonképpen azok az értékek kerültek be, ami már evidens, hogy értékek voltak, tehát tulajdonképpen ez az értéktár már a múzeumban megvolt, tehát számunkra ez már eleve eldöntött volt, hogy ezek értékek, csak mivel most ezt le kellett papírra fektetni, illetve hivatalos formába kellett önteni, ezért ezeket az épületeket sorrendbe tettük. Itt nincs, tehát a sorrendiség, ez nem határozza meg az értéket, amit most én így felsorolnék. Elsősorban a református templomot tettük be értéknek, hiszen Csenger a szakirodalomban és a turisztikában ez az épületet tudja felmutatni, mint jelentős épületet, az egész Kelet-Magyarország, Észak-Kelet-Magyarország egyik legrégebbi téglatemplomát. Ezt javasoltuk egyébként a megyei értéktárba és a református templomot. A Szuhányi kúriát is bevettük az értéktárba az épített környezethez. A Szuhányi kúria a Hatásuszternek az épülete. Ez egy késő barokk épület, 1700-as évek végén, többszöri átalakítással. De ezeket így nem részletezem. Aztán a római katolikus templom is az értéktárba került az építészeti örökségbe, hiszen az is egy klasszicista épület, az 1829-ből való épület. Aztán, amit megint a megyei értéktárban második, amit javasoltunk, a Makovec Imre és a csoportját a tervezett épületeket. Hát ez egy csoport, tehát ez külön-külön most nem említem, tehát az iskola, stb. Tehát tudjuk jól. Ezek úgy együttesen alkotnak egy értéket, tehát nem lehet egyiket kiemelni, másikat nem kiemelni. Ezek összességében ez értékek.
ami miatt nagyon sok turista csoport is lejön Csengerbe, illetve az ország turisztikai vénájába, illetve turisztikai katalógusába benne van mindenütt. Aztán ilyen a még értéktárba a Jékely ház, az 1800-as évek közepén épült, elején inkább klasszicista stílusban, ott most a Ozsvát Eleknének a könyvelő irodája van. Na most, mint építészeti örökség, feltétlenül be kellett vegyünk a Hősök terét, a korabeli hősemlékművel. Ez a hősemlékmű egyébként most 80 éves, hogy megépült, 35-ben épült meg, és ez egy meghatározó tere Csengernek, hogy bejövünk a központba, tehát a Szent István tér mellett a második egyik legszebb tér. Hát ezt a teret az újságban erről írtam a legközelebbi hírmondóban. Aztán a régi református épület, ez hozzá kapcsolódik, a régi református iskola, a Mélius, most a Mélius, annak a homlokzatán van nagyon szép stukkó dombormű, kettősen kis gyerekeket, puttó jellegű gyerekek ott játszadoznak, illetve az ablakkeret dísz, ami még szép, és azt meg feltétlenül az őrizendő értékeink közé kell tenni. A Szuhányi kripta tulajdonképpen nem régi, de mint olyan, meg kell, hogy őrizzük, és tehát a város értékei közé kell sorolnunk. És ez a Szuhányi kripta, ez melyik temetőben található, igazgató? Hát valamikor a katolikus temető volt, csak hát most már úgy egy köztemető van. Tehát itt a város felé eső részének a temetőnek. A központban levő utcafontos 19-20. századi házak, illetve az egész piac rész. Most ezt azért vettük be, mert Csenger kisvárosias jellegét ezek az épületek határozzák meg. Ez különbözteti meg a többi kisvárostól, akik még most keresik, hogy legyen már egy központjuk, építenek új ezt, azt, hogy legyen egy központ kinézetű rész, mert úgy vannak nagyobb épületek, ugye el vannak potyogtatva, de itt Csengerben ez, hála a korabeli zsidóságnak, ez egy helyen és utcafrontos épületek, zárt sorú utcafrontos épületek, egykori boltok, ezek egy olyan érdekes és értékes kisvárosias jelleget adnak, amit sajnos a 60-as években a Hősök tere keleti oldalán meglehetősen megrontottak, elrontottak, de legalább a többi maradjon meg. Tehát az nem szabadna megengedni, hogy most valaki építsen oda egy ilyen kis előkertes kis csicsamicsa házat, mert az tönkretenné Csengernek a központját. És az nem illik a mi környezetünkben. Az nem illik, igen, és ezért kellene a piacot úgy, ahogy van, komplett új megvédeni ezáltal, hogy bevettük az értéktárba. Akkor hallhattuk a bizottsága, hogy dolgozott az épített környezetbe, ezek az épületek kerültek be. Az agrár és élelmiszergazdaság csoportba milyen értékeket tudott felvenni a bizottság? Ez az Jánosnak a területe, megvettük. Hát igazság szerint az agrár és élelmiszergazdaság csoportba mi egyetlen ilyen, mint legnagyobb értékünket ebben a területben, ugye mindenki tudja, a csengeri almáról van szó, és nem részleteztük külön azokat a termékeket, amik ugye készültek, tehát nem vettük fel külön értékként, hanem úgy gondoltuk, hogy ezt egy csomagban vesszük fel. Hát igazából sok magyarázatra nem szorul ez a dolog, mert ugye különösen a csengeri alma, és ugye később a Szatmár Íze Kft. Által gyártott a naturalmalé, az alma chips, az alma kocka, illetve hogy az almapálinkáról sem kell természetesen megfeledkeznünk, ezek feltétlen értéket képviselnek, és helyük van a települési értéktárban, és úgy gondoltuk, hogy ezt javasolhatjuk a megyei értéktárban. Egyébként van nekünk arra vonatkozóan valamilyen adatunk, hogy mióta foglalkoznak Csengerbe itt almatermeléssel? Tehát mióta, mikor kerültek az első almafák elültetésre esetleg, illetve milyen fák voltak ezek? Üzemszerűen a múlt században. Fejlődött akkor van ez fel igazán. 1930-as években pontosan, tehát igen. A Trianon utáni azok a területek elszakadtak, illetve nem szakadtak, elvették tőlünk azokat a területeket, ahol az ország nyári alma
téli alm szükségleteinek nagy részét termelték, és ezért az akkori kormány ezeket pótolandó hozott létre egy ilyen akciót, hogy alma farmokat, tehát almat, nagy almásokat kell létesíteni. Itt a, főleg Szatmárbennek Bajcsi Zsilinszki is egyik nagy úttörője volt, hogy ezt kihajtotta, és akkor alakultak itt Csengerben ezek a nagy almások, hiszen akkor ez egy nagy gazdasági fellendülést hozott a vidéknek, Csengernek és a környéknek, az egész Szatmárnak, hiszen egy hektár almás, az nem is tudom, több tízszeresét hozta egy ugyanannyi búza vagy kukorica, és nagyon jó keletje volt, még a tőzsdén is jelezték a szatmári almát. A szamosmenti csengeri alma felirat milyen kiállításon látható volt? Mit tudhatunk erről? Az egyik világkiállításon, ahol Párizs, én már nem tudom. Londoni. Szamosmenti csengeri alma. Igen, szamosmenti csengeri alma. Ugyanakkor volt a Milotai dió akkor. Igen, úgy futott fel. Hasonló kategóriában. Tőzsdén is jegyezték. Tudjuk, hogy van nagyon más kategóriák is, a kulturális örökség kategóriába milyen értékek kerültek be, titkár úr? Hát elsősorban egy kicsit haza is beszéltünk a kulturális örökségnél, ugye a helytörténeti múzeum épületét és anyagát is felvételre érdemesnek tartottuk, és hát nem csak mi ugye, akik ott dolgozunk, hanem ugye a maga a bizottság is, sőt a bizottság javaslatára majd a megyei értéktárba is javasoljuk felvételre. Hát igazán részletezni nagyon nem szeretném, mert akkor nagyon elhúzódna a dolog. Vannak-e még ide értékek? Igen, kulturális örökség, a zsidó temető, mindenképpen szintén javasoljuk a megyei értéktárba. Aztán a régi református temető, elsősorban a fejfás, tehát a megmaradt fejfás kettő, emlékek három, miatt sajnos. Kettő-három van már csak sajnos, illetve ugye az obeliszkek, azok, amik értéket képviselnek. Aztán két jelentős csengeri szülöttnek a szellemi hagyatékát is felvevésre érdemesnek tartottuk, ez egyik Molnár József, másik pedig Rizskó Ignác. Aztán felvettük a csengeri hímzést, mint olyat, a csengeri betlehemes játékot, aztán ugye a nemrég Csengerbe került, és hát remélhetőleg nagyon sokáig itt lévő osvágygyűjteményt, amelyet szintén majd a megyei értéktárba is javasolunk felvételre. Aztán egy olyan érdekes és izgalmas dolgot, mint a Marica grófnő betétdala, ugye a Ringó válú csengeri violám. Ezt elsősorban azért tartottuk érdemesnek, ugye magának Csengernek olyan tevékenyen sok köze nincs ennek a megszületésével, mert ez ugye Kálmán Imre szüleménye, viszont Csengernek a nevét ezáltal az egész világon elterjeszti, ugyanis az operett irodalomnak az egyik leghíresebb betétdala. Szintén javasoljuk a megyei értéktárba, illetve az 1570-es csengeri zsinat és az úgynevezett csengeri hitvallás, amelyet ugye akkor fogalmaztak meg. Ez is feltétlen értéket képvisel, és javasoljuk a megyei értéktárba felvételre. Hallottuk itt elnök úrtól, hogy kerültek bele szellemi hagyatékok. Esetleg a bizottság nem tárgyalta ezt, hogy például a város szülöttje Eszenyi Enikőnek a munkásságát esetleg belefér-e mondjuk ebbe az értéktárba? Hát, gondolkoztunk ezen elég sokat, de úgy gondoltuk, hogy élő személyt még egyelőre azt tudjuk Eszenyi Enikőnek a munkássága milyen jelentős és országosan ismert, sőt nemzetközileg is ismert, de még egy nem befejezett életmű, és reméljük nem is lesz egy hamar, és bízzuk a jövőre ezt a dolgot, tehát élő személyről, vagy még nagyon frissen meghalt, tehát még nem annyira kifort dologokról még inkább ne döntsünk. Tehát majd azt az idő, ahogy szokták mondani, az idő eldönti, hogy ezek értékek lesznek-e, vagy nem, még értékek, de ne mi határozzuk ezt meg egyelőre. Tehát ezeket egy bizonyos messzeségből igen, kell ezek, akik fel lettek sorolva, tehát Molnár József, Rizskó Ignác, Csengerben már eddig is értékek voltak, hiszen még 91-ben lettek ezek, hogy én javasoltam annak idén a testületben, hogy utcákat nevezzünk el róla. Tehát Csenger már eddig is értékének, saját értékének tekintette ezt a két szemét.
Úgyhogy ez nem csak annyi, most már le van írva és be van adva, tehát ennyit változott a dolog. Értem. Néhány dolgot azért engedjenek meg a bizottság, hogy megkérdezzek, hogy a csengeri hímzés, mint olyan, miért, mert nagyon sokan biztos vagyok benne, hogy nem is tudják, hogy létezik ilyen, hogy csengeri hímzés, milyen a színvilága, hogyan kell ezt elképzelni? Hát, mint néprajzos, akkor én mondanám. A csengeri hímzés, sajnos a interneten úgy van írva, hogy Szabolcs megye, ez szatmári hímzés, hiszen Csengér Szatmár. Ez a jellegzetes szatmári egyszerű motivum kincset őrzi, és a színe is a nagy, szinte a legminimálisabbak, tehát nem tiritarka, mint a kalocsai vagy a matyó. Milyen színvilág? A fekete és a piros. Tehát ez a két szín dominál, csak a fekete-piros, és nagyon áttekinthető, szép kompozícióban vannak ezek a virágok és a levelek, tehát a indás levelek, de ezt látni kell, tehát ilyenről nem érdemes beszélni, de nagyon egyszerű, letisztult, egyszerűsödött formák, mint hogy az egész szatmári néprajzi és a díszítő művészet is ezt jellemzi. A csengeri betlehemest kérdezném még meg, mert ugye nagyon sok helyen vannak betlehemes szokások, de mitől más a mi betlehemesünk, a csengeri betlehemes? Miben különbözik a többitől? Miben tér el? A csengeri betlehemest azt 1871-ben, ha jól emlékszem, Szatmári Károly, csengeri származású újságíró küldte be Gyulai Jánosnak a népköltészeti gyűjteménybe, és ott jelent meg. Ez azért értékes, és nagyon érdekes, és egyedi ez a betlehemes, és ebben különbözik a többitől, hogy ez még egy nagyon archaikus formát hordoz, mégpedig a bábtáncoltató betlehemest, bábtáncoltató módszer van, ilyen így szamos, tehát a Szatmárban még valahol van Mennyigén vagy Panyolán, valahol ottan fentebb. Panyolán, ha jól tudom. Tehát ott még ott is őrzik. Itt Csengerben nem volt meg a sokáig a hagyomány, és azért érdekes ezt a hagyományt, hogy a Szivárvány együttes ezt felelementette, és repertoárjára tűzte, hogy egy majdnem meghalt, mert ez egy könyvben volt csak ez a betlehemes, abban a népköltészeti gyűjteményben, és ez a hagyomány, ez a betlehemes újjáélett. És utána ez már bekerült megint a köztudatba, és ugyanolyan élő lesz, mint az eddig a többi más helyen már évszázadok óta használt, illetve is játszott betlehemesek, és ez feltámadt ez a betlehemes. Ennek ez az érdekessége. A természeti és épített környezetbe került-e valami érték? Került. Kettő darab olyan természeti értéket talált a bizottság Csenger területén, amelyet érdemesnek tartottunk a felvételre. Az egyik ugye szintén egy evidens dolog, ugye Szamos itt van mellettünk, és ahogy a település életében meghatározó szerepet játszott, és azért úgy gondoltuk, hogy azok a Szamos parti galéria erdők, amik ugye itt húzódnak a Szamosnak a két oldalán, azokat feltétlen érdemesnek tartjuk. Amit Füzesnek nevezik a jó név. Igen, ugye ez a szakmailag galéria erdő. Illetve úgy gondoltuk, hogy ha már ugye nemrégiben odaépült egy nagyon szép turisztikai látványosság, akkor a parttal együtt a farkastanyát is így egybe vesszük fel a természeti értékek közé. A másik érték az egy kicsit, hogy is mondjam, afelett nagyon sokan elsiklanak Csengerben, pedig hogyha sokat sétálnak ott a hivatal előtt, akkor érdemes lenne megállni és megcsodálni, hogy arról a két darab platánfáról van szó, amely régebben a Szuhányi kúriát övező gyönyörű parknak voltak az oszlopos tagjai, és sajnos már abból a parkból ez a két fa maradt mementóként, de és éppen ezért mindenképp érdemesnek tartottuk felvenni az értéktárba. Hiszen csodálatosan szépek. Igen. Van még egy kategória, ha jól tudom, amiben kerültek be értékek, ez pedig nem más, mint a turizmus és a vendéglátás. Melyet gondolt itt a bizottság, mely dolgokat, ami bekerült az értéktárba? Hát a turizmus vendéglátást, ugye itt is kettő olyan esemény van, amit érdemesnek tartottunk. Az egyik az már csak történelme folytán is, ugye az úgynevezett Zsigmondi vásárról van szó, amelyet mindig ugye augusztus 3. péntekén tartanak itt a központban. Ugye ennek a gyökerei egészen Zsigmond királyig nyúlnak vissza, aki ugye vásártartási jogot adományozott Csengernek, és ugye ezt a Városi Településvédő Egyesület elevenítette fel a 80-as évek végén. Ugye javasolták a városvezetésnek, hogy a 600 éves évfordulóján ennek
a vásárt itt a központban tartják meg, és hála jó Istennek ez a hagyomány, ez megragadt, és ez a mai napig így van. A másik pedig az Almanapok rendezvénysorozat, amely ugye azért érdekes, mert kezdetben egy ilyen szűk, tisztán szakmai rendezvényként jelent meg a város életében, és az évek alatt lassan egy ilyen nagy kulturális gasztronómiai fesztivállá nőtte ki magát, amely szintén nagy turista csalogató vonzerővel bír. A kettő közül valamelyik kerül-e be majd a megyei értéktárba? Mind a kettő. Javasolva lett? Mind a kettő. Így van. Ugye itt főleg azokat kell figyelni, ugye mindegyikről fel kell tennünk egy-egy külön adatlapot az értékekről, és meg is kellett indokoljuk, hogy miért tartjuk felvételre érdemesnek. Ugye az indoklásokban főleg arra hegyeztük ki a hangsúlyt, hogy nekünk csengerieknek mit jelentenek ezek az értékek. De most, hogyha ezeket továbbadjuk a megyébe, akkor ott már ugye új adatlapot kell felvenni, és az indoklás részbe ezt megyei szinten is meg kell alapozni, hogy miért tartjuk megyei szinten érdemesnek arra, hogy felvételre kerüljenek, és ezeket gondoljuk úgy, hogy ezeket könnyen meg tudjuk úgymond alapozni megyei szinten. Igen, mert Csengernél mindig az volt a gond, hogy turisztikailag valamit mutassunk fel turisztikailag a megyének, az országnak, és ez a két rendezvény, ez turisztikailag vonzerő lehet akár az ország távolabbi részének, a lakóinak, hogy itt olyan események történnek, tehát az nagy vásár, ami ugye a kategóriájában talán a hidi vásárhoz tudnám úgy hasonlítani, és az lenne jó, hogy oda is forná ki magát, de kiforta, már a 88-ban volt az első, tehát azért meglehetősen van hagyománya. Annak idején hál' Istennek elfogadta a község, akkor község vezetése. És azóta is ez működik, és remélhetőleg működni fog, és egyre több ember fog erre eljönni. Ahogy hallottuk, nagyon sokat dolgozott a bizottság, míg ezeket az értékeket összeegyeztették, de az elmúlt adásunkban tájékoztattuk a Csenger TV nézőit a bizottság megalakulásáról, illetve kértük is a Csenger TV nézőit arra, hogy segítsék a bizottság munkáját olyan szinten, hogy ami számukra érték, javasolják az értéktárba történő felvevésre. Nem tudom, érkezett-e a lakosságtól valamilyen értékre való felvétel? Sajnos eddig még nem érkezett. Ugye várják-e esetleg, hogy javasoljanak a lakosság? Nagyon fontos tudni, hogy ez nem egy végleges valami, tehát ez akármikor bővíthető, fejleszthető, úgyhogy mi nagyon szívesen várjuk a lakosságnak a javaslatait, ugye ezt meg lehet tenni a művelődési központon, állunk a helytörténeti múzeumban is. Hát magánbeszélgetések során egyszer azzal beszélgetve, úgy ezek benne voltak. Tehát amiket mondtak, hogy ezt tegyétek bele, ezek tulajdonképpen ezek voltak benne. Nem, arra azért ügyelni kell, hogy azért csak jelentős dolgok kerüljenek bele. És hogyha itt az értéktárban felsoroltakhoz a lakosság segítségét ugye kértük, még én kérném külön a múzeum szempontjából, hogy ha vannak régi felvételek, képek, fotók ezekről az épületekről, ezekről a dolgokról, mondjuk a Szuhányi kastély parkjáról, vagy bármiről, amiről szó esett, vagy amiről nem esett szó arról is, hogy azokat hozzák be a múzeumnak, és egy 5 perces szkenelés után már el is lehet vinni. És a múzeum, illetve Csenger városnak a adattárát fogja gazdagítani, az értéktárba pedig be lehet tenni, hiszen a indoklásban mindig tettünk bele régi fényképeket. Tehát, hogy ez egy hagyománya van, régi, stb. Tehát ez még alátámasztottuk ezzel. Én köszönöm a beszélgetést, és köszönöm, hogy megosztották a Csenger TV nézőivel. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velük tartottak. Kérem önöket, aki úgy gondolja, hogy támogatja a bizottság munkáját, keressék a művelődési központba, illetve a múzeumba a bizottság tagjait, és nyugodtan lehet javaslatokat tenni. További szép estét kívánok mindenkinek, a viszontlátásra!
A Csengeri példa életvezetési kompetenciák fejlesztése tanórai környezetben címmel szakmai műhely került megrendezésre a Művelődési Központban április 28-án. Melynek keretében az életre való program Csengeri gyakorlatának és az ahhoz kapcsolódó módszertani, illetve mentálhigiénis programok ismertetéséről, valamint adaptálási lehetőségeiről esett szó. A szakmai műhely főszervezői az Oktatás Kutató és Fejlesztő Intézet, a Nemzeti Pedagógus Kar Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Csengeri tankerülete, valamint a Makovec Imre általános iskola voltak. Az eseményen több mint 500 a környékbeli iskolákból érkező pedagógust, illetve intézményvezetőt láttak vendégül, akik elméletben és gyakorlatban is megismerkedhettek az úgynevezett 7 szokás programmal. A program betekintést enged a hazai és nemzetközi szervezeti és fejlesztési kutatások eredményébe. Ahogy bemutatásra kerültek a szakmai műhely keretein belül, a jövőt érintő hipotézisek, eredmények, valamint a programban használt módszertan egyaránt. A Csengeri példa életvezetési kompetenciák fejlesztése tanórai környezetben címmel szakmai műhelyt rendeztek Csengerben az elmúlt héten. Mit lehet tudni erről a rendezvényről? Mindig nagy örömmel adunk otthont olyan rendezvényeknek, ahol városunkat, iskolánkat, az iskolába folyó munkát népszerűsíthetjük. 2009-ben Magyarországon először bevezettük az úgynevezett 7 szokás programot. Akkor még csak szakköri formában, aminek az a lényege, hogy különböző kutatások eredményeként több száz évre visszamenőleg megállapítást nyert az, hogy a legkiemelkedőbb képességű emberek, akik a világon nagyon sikeresek, ezek lehetnek politikusok, sportolók, művészek, bárki, ezeknek az embereknek volt 7 olyan tulajdonsága, aki mindannyiuknál beazonosítható volt. És a szakemberek azt állítják, hogy ezek a tulajdonságok, ezek taníthatók, és minél hamarabb, minél kisebb korba kezdjük el ezeknek a készségeknek, a képességeknek, mai szóval kompetenciáknak a fejlesztését, annál sikeresebbek lehetnek majd felnőttként a gyerekeink. 2009-től folyamatosan az elmúlt 5 tanéven keresztül 160-160 gyereket vontunk be minden évbe ebbe a programba, és a méréseink azt mutatták, azt tapasztaltuk, hogy azok a gyerekek, akik ezeket az úgynevezett életvezetési kompetenciákat heti szinten több alkalommal is gyakorolhatták, és az életük részévé vált, beépült a napi gondolkodásukba, ők sikeresebben tudták venni az iskolai akadályokat. A programot megismertettük a résztvevő gyerekek szüleivel is, nagyon sok pedagógusunk is alkalmazza. Én magam azt gondolom, hogy százszor fontosabb az, hogy egy tanuló tudja azt, hogy hogyan kell egy társaságba kommunikálni, hogyan kell a postán egy rózsaszín pénzes utalványt befizetni, mint hogy tudja azt mondjuk, hogy Brazíliában mennyi az éves csapadékmennyiség. Tehát ezek mind-mind olyan mindennapi életvezetési kompetenciák, amelyekkel majd felnőttként sikeresebbek lehetnek. Ennek a mi jó gyakorlatunknak, ennek a 7 szokás programnak a híre, mivel Magyarországon elsőek voltunk, bejárta az országot, és amikor az oktatási hivatalba, valamint az Oktatás Kutató és Fejlesztő Intézetbe erről a programról értesültek, akkor megkerestek bennünket, hogy ennek a műhelyi munkának, ennek a konferenciának helyet adnánk-e, és megismertetnénk-e az itt folyó munkát, az itt folyó eredményeket a ország más szegletéből ide látogatókkal. Most konkrétan ezen az alkalmon a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei általános iskolákat és középiskolákat célozták meg, és hívták ide Csengerbe erre a műhely munkára. Aztán egy másik lába is volt a rendezvénynek, mert a Nemzeti Pedagógus Kar is meg akarta magát ismertetni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógusokkal. Számomra ez azért is volt nagyon-nagyon fontos, mert abban a megtiszteltetésben van részem, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tagozatának az alelnöke lehetek, itt Kelet-Magyarországon, Nyíregyházától és Budapesttől is ugye elég nagy távolságra. Örömmel mondhatom a rendezvényről, hogy 50 főre számítottak, több mint 50-en jöttek el, és nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Minden kollega, aki megismerhette ezt a programot, elmondta nekem is és a kollégáimnak is, hogy nagyon-nagyon szeretnék ők is bevezetni, mert komoly fantáziát látnak benne.
Ahogy ők fogalmaztak, ez a tehetséggondozásnak egy különleges formája, ahová a alaptehetségtől függően vagy függetlenül bármelyik gyereket be lehet vonni, legyen ez gyenge képességű, közepes vagy kiváló képességű. Egyetlen egy dolog biztos, hogy aki ezt a hét szokást alkalmazza, az ahhoz képest, ahonnan indult, mindenféleképpen sokkal, de sokkal jobb lesz. Az első évben már, 2009 után, 2010-ben olyan eredményeket értünk el, hogy a magyarországi iskolák közül kiemelkedtünk, 14 országos bajnok gyerekünk volt abban a tanévben, több megyei bajnok gyerekünk, két gyerek a Magyar Köztársaság Jótanulója Jósportolója címet nyert el, egy gyerekünk pedig látványtánc Európa bajnok lett. Én nem mondom azt, hogy ezek az eredmények mind a hét szokás bevezetésének köszönhetőek, de hogy nagyban hozzájárultak a sikereinkhez, abban biztos vagyok. És így most már visszatekintve, az elmúlt 5 év azt bizonyítja, hogy ez egy jó út, ez egy jó program, és nem csak nekünk kell továbbvinni, hanem ezt érdemes továbbadni, hogy minél több magyarországi iskolába is ez bevezetésre kerülhesse. A szakmai műhely másik célja a nemzeti pedagógus kar működésének, illetve az ebben rejlő lehetőségeknek és előnyöknek a résztvevő pedagógusokkal való megismertetése volt. A témában Ács Péterné, a Nemzeti Pedagógus Kar Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi szervezetének vezetője nyilatkozott televíziónak. Nemzeti Pedagógus Kar. Egy viszonylag friss szervezetről beszélünk, ha ezt hallhatjuk. Mire kell gondolnunk, mikor a Nemzeti Pedagógus Kar feladatairól hallunk? A Nemzeti Pedagógus Kar valóban egy friss szervezet, 2014 júniusában alakult meg, országos küldöttgyűlés hozta létre, elnökből és elnökségből áll. Most igazából a feladata a pedagógusoknak a szakmai érdekképviselete lenne. Mindenképpen azt szeretnénk elérni, hogy a pedagógusok minél jobb elismertséget, nagyobb elismertséget szerezzenek a szakmájukban. Mi a feladata? Hát tulajdonképpen nagyon sokrétű feladata van. Itt mindenképpen arra kell gondolni, hogy mivel szakmai érdekképviseleti szerv, ezért a pedagógusok szakmáját szeretné, illetve a minőséget javítani, és ezért véleményezési joga van a rendeleteket illetően. Valamint etikai kódexet alkot, tehát ez is egy fontos feladat, hogy a pedagógusok mindenképpen etikus, illetve etikai kódex alapján dolgozzanak. A Nemzeti Pedagógus Karba automatikusan bekerülnek a pedagógusok, vagy szabadon dönthetnek arról, hogy belépnek-e, vagy sem? A Nemzeti Pedagógus Karnak mindenképpen tagja minden pedagógus, és aztán, hogy mennyire aktív ebben a pedagógus karban, hogyan működik közre, az már csak rajta múlik. Mindenképpen várjuk a pedagógusoktól a véleményeket, javaslatokat, hogy hogyan lehetne az oktatásnak a színvonalát javítani. Ezért hozták létre egyébként a területi szerveket is minden egyes megyében, így Szabolcs-Szatmár megyében is. A területi szervnek 19 küldöttje van, ez szintén választás útján kerül a küldöttek a területi szervbe, és a területi szervnél még beszélhetnénk arról, hogy itt is van elnökség, aki elnökből, elnökhelyettesből és 3 tagból áll. Mindenképpen várjuk a pedagógusok véleményét az oktatás színvonalának javításával kapcsolatban. A mai rendezvény is ennek a jegyében telik? Így van, mindenképpen szeretnénk bemutatni a pedagógus kar működését, feladatait, a területi szerv működését, illetve a tagozatokét is, mert különböző tagozatok alakultak a pedagógus karban, és ezek a tagozatok is mindenképpen a szakmai munkát szeretnék javítani. Milyen az együttműködés az egyes iskolákkal? Hát ez még kialakulóban van a pedagógus karnak és az iskolák kapcsolata, de mivel, amint említettem, hogy a megyében 19 küldöttünk van, a 19 küldött különböző iskolatípusokban tevékenykedik, dolgozik, tehát itt az óvodától a szakközépiskoláig, a művészeti iskoláig, a kollégiumig, mivel én is onnan jöttem, megtalálhatóak vagyunk, ezért úgy gondolom, hogy mindenképpen tudunk javítani a pedagógus kar és az iskolák kapcsolatán ezáltal. Illetve ez a rendezvénynek köszönhetően is, mivel a megye iskoláit hívtuk meg, nem csak általános iskolákat, hanem minden iskolatípust egyaránt. A küldöttek ilyen rendezvényeken kívül is felkeresik az egyes iskolákat?
Ez még kialakulóban van, mivel tényleg friss szervezetről beszélünk, ha azt nézzük, a területi szerv az októberben alakult meg, tehát ez még biztos, hogy kialakulóban van, de reméljük ezt is elérjük, és akkor a küldöttjeink eljutnak különböző iskolákba, különböző rendezvényekre, ezáltal megismerve az ott folyó munkát. Farkasné Kis Krisztina, a Klibezve Intézményfenntartó Központ Csengeri Tankerületének igazgatója az oktatást érintő aktuális kérésekről adott rövid összefoglalót, kitérve a helyi folyamatokra is. A köznevelési reformok operatív megvalósítása című kiemelt projekt részeként jött létre ez a mai rendezvény, és mire kell itt gondolni, mikor ezt halljuk? A köznevelési rendszer megújulása 2012. szeptemberében indult el. Az volt a célja, hogy az eddig elszigetelten működő általános iskolák között legyen egy szakmai konzultáció a minőségi oktatás megvalósítása érdekében. Ez a mai rendezvény a Nemzeti Pedagógus Karra közös szervezésben jött létre. Milyen a kapcsolat a KLIK és a Nemzeti Pedagógus Kar között? Kifejezetten még nem alakult ki a kapcsolatrendszernek a szabályszerűsége. Eseti jelleggel szoktunk konzultációt folytatni a pedagógus kar elnökével, helyettesével, illetve a területi képviselőivel. Milyenek a tapasztalatai eddig ennek a projektnek? Hogy sikerült eddig a megvalósítása? Nagyon kedvező folyamatokról tudok beszámolni. A pedagógus társadalmon belül megindult egy szakmai konzultáció és egy szakmai egyeztetés. A minősítésben résztvevő pedagógus kollégák járják az intézményeket, és a szakmai tapasztalatokat folyamatosan cserélik. Segítenek egymásnak a problémák megoldásában, illetve hozzájárulnak ahhoz, hogy minél eredményesebb szakmai munkát tudjanak végezni. Itt helyben milyenek a tapasztalatok Csengerben? Hát fel van egy kicsit pestülve a szakmai élet. Mindenkinek van véleménye az új rendszerről, nagyon sokan nagyon pozitívan vélegednek róla, töltik fel a portfóliókat, keresik hozzá a szakmai iránymutatásra, szakmai anyagokat, és sajnos vannak kollégák, akik még nem annyira örülnek neki, de nagyon-nagyon remélem, hogy csatlakoznak ehhez a megújulási folyamathoz ők is. Május 8-án a drogfogyasztás, valamint más függőséget okozó szerek veszélyére kívánták felhívni a figyelmet a Csenger központjában rendezett flashmobbal. Az eseményen az általános iskola tanulói fehér pólóban előadott koreográfiájuk után egy feliratot emeltek a magasba, miszerint tisztán is lehet pörögni. A rendezvény egy programsorozatba illeszkedik, melynek korábbi állomásaként a felső tagozatosok egy drogprevenciós előadáson vehettek részt, míg az alsósok számára közlekedésbiztonsági vetélkedőt rendeztek az általános iskola Kossuth utcai épületének udvarán. A pénteken rendezett flashmobról Kazamir Tibor, a Makovec Imre általános iskola igazgatója árult el további részleteket. Olyan dolog történt ma a városunkban, ami az eddigiekben még soha. Flashmob került megrendezésre a piacon. Minek a keretében történt most ez? Nem nagyon szeretem Magyarországon az angol kifejezéseket, de mindig vannak olyan dolgok, amik begyűrűznek nyugatról Magyarországra is, és elérik a legkeletibb városunkat is, Csengert. Ilyen ez a flashmob is, ami magyarul villám csődületet jelent. A TALMOB 3.1.4 per B pályázat keretei között, aminek az volt a neve, hogy köznevelés az iskolában, egy olyan modulrészt kellett megvalósítsunk, ami a partnerség és hálózatosodás elterjesztését szolgálná. Ennek az a lényege, hogy tankerületenként, ugye 198 tankerület van Magyarországon, kell egy úgynevezett közösségi eseményt rendezni, egy fél év van erre a programra, ami arról szólna, hogy a gyerekek szülei, aztán egy másik iskola, és valamilyen civil szervezet, valami partnerintézmény fogjon össze, és közösen hívják fel a figyelmet egy társadalmi problémára. Sajnos napjainkban rengeteg olyan társadalmi probléma van, amelyik már az iskolába is begyűrűzik. Gondolok itt például az iskolai erőszakra, gondolok a túlzott online jelenlétre, hogy a gyerekeinket alig tudjuk elszakítani a számítógép elől, de amire mi most felhívtuk a figyelmet, ez a drogfogyasztás. Hogy ne hívnánk fel a figyelmet rá, amikor a térségünkben
legális drogok jelentek meg, úgynevezett biofűek. Hála Istennek a mi Csenger iskolánkat még elkerülte, de a tankerületünkben vannak már olyan intézmények, ahol kórházba is került gyerek, és az egész odáig fajulhat, hogy akár szívmegállás is bekövetkezhet, és halállal is végződhet ez a dolog. Ezért mi arra szerettük volna ma ezen a flashmobon, ezen a villámcsődületen felhívni nem csak Csengerváros lakosságának a figyelmét, mert a YouTube-on, az interneten keresztül az egész ország nyomon követheti a csengeri eseményeket, hogy tisztán is lehet pörögni. És ezt ki is írtuk, hogy nem muszáj ahhoz valamilyen bódító hatású szereket beszedni, hogy az ember jól érezze magát, hanem tiszta fejjel lehet csak Isten igazából pörögni. És fehér színben voltak, fehér pólóba a gyerekeink, ami mindenféleképpen a tisztaságra hívta fel a figyelmet, hogy tisztán drogok, kábítószer, dohányzás és alkohol nélkül is nyugodtan lehet a mai 21. században is egy fiatalnak pörögni. Ezúton is szeretném kifejezni a köszönetemet Ardai Attila úrnak, a csengeri rendőrőrs őrnagyának vezetőjének, aki hozzásegített bennünket nem csak ehhez a mai eseményhez, hanem előzőleg voltak már egyéb más közösségi események is, így például az alsó tagozatosok egy közlekedésbiztonsági vetélkedőn vehettek részt, míg a felső tagozatosok részére egy előadást tartottak a rendőrőrs munkatársai a drogprevencióról. Említettem a partnereket, tehát ugye a külső partner a csengeri rendőrőrs, a partner intézmény pedig a Porcsalmai Kis Áron Általános Iskola. Ők is eljönnek a mi rendezvényeinkre, mi is elmegyünk az ő rendezvényükre. Nekik egy néhány héttel ezelőtt volt egy egészséges életmódra felhívó rendezvényünk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ezekről a társadalmi problémákról beszélni. Fontos, hogy a lakosság, hogy a kedves szülők ezeket a problémákat tudják meg, hogy az iskola is tudja, hogy ezek már begyűrűztek hozzá, és a nevelő-oktató munkánkat közösen kell végezni a családi házzal. Az iskolának is óriási nagy a felelőssége, ezt mi tudjuk, és ezért csináltuk ma ezt a flashbombot, ezt a különleges dolgot, ezt a villámcsődületet. Köszöntöm kedves nézőinket, könyvajánlónkat láthatják. Szokás szerint kezdjük is mindjárt a legkisebbekkel. Toldiné Tölgyvári Rita, Répa retek bogyoró című könyvét tartom a kezemben, amely beszédfejlesztő verseket, mondókákat és nyelvtörőket tartalmaz. Ez a gazdagon illusztrált játékos feladatokkal bővített összeállítás hasznos logopédiai gyakorlóanyag. A mondókák versek megtanulásakor a szülő is részt tud vállalni gyermeke fejlesztésében, ezen kívül óvónőknek és logopédusoknak is nagy segítséget nyújthat a különböző hangcsoportokra osztott verses válogatás. Engedjék meg, hogy két rövid verset felolvassak belőle. Szabó Zsolt, Csali mese. Három barát rókát fogott, aki beszélni is tudott. Kurta volt a lába, úgy ment el a bálba. Három barát ládát kapott, abban meg egy manó lakott.
A kincséből nem jutott, mert a láda elfutott. Három barát árkot ásott, annak alja nem is látszott. Ellopta egy kis kutya, elhittette kis buta. Hát igazán nyelvtörő, mert az én nyelvem is belevisaklott. Nézzük a másikat. Szintén Szabó Zsolt írta, Pletykálók a címe. Gyurka falván, tyúk udvaron, kotyognak az asszonyok, kibeszélnek minden embert, Gyurka falván nincs titok. Locsogástól, lotyogástól, mindnek ősz már a haja. Ejnye, bejnye, csúnya dolog, pletykáljon a nyavaja. Hát ilyen vidám kis verseket tartalmaz ez a nagyon szép színes könyv. Hát az állatokat melyik gyerek ne szeretné, úgyhogy nekik szól a Roland kiadó megjelentetésében ez az első enciklopédián című könyv. A gyerekek megismerhetik belőle a háziállatokat, a vadállatokat, a madarakat, a víziállatokat, illetve a rovarokat. Megtudhatják, hogy hogyan élnek, hogyan táplálkoznak, hogyan szaporodnak, de ezen kívül nagyon sok hasznos információt és sok érdekességet is megtudhatnak. Remélem nagy örömmel fogják forgatni az olvasók a Gálfi Csaba által gyönyörűen illusztrált könyvet. Nem sokára itt van a nyár, illetve a nyári szünidő. Hogy ilyenkor sem maradjanak a gyerekek olvasnivaló nélkül, nekik ajánlom a 4 évszak mesei közül a nyár címűt, amelyben rövid meséket találnak az olvasók. Azért ilyen rövidek, hogy azért a játéknak is maradjon idő. A szerzők között többek között La Fontaine, a Grimm testvérek, illetve József Menzel és más szlovák költők meséi találhatók, illetve verseket is tartalmaz a könyv. Hogy milyeneket, azt szeretnék egyet felolvasni, hogy megmutassam. Vitezslav Nezval, Topi-topi lábam. Topi-topi lábam, 5 gombát találtam. Az első volt a galóca, aranyzsinór csüngött róla. Második a rókagomba, fölkerült a kamrapolcra. Harmadik a kucsmagomba, ne légy már ilyen goromba. Negyedik volt a papsapka, de borzas vagy, ördög adta. Ötödik meg a vargánya. Elég is lesz ennyi mára. Nagyon szépen illusztrált kis könyvecske, ajánlom melegen az olvasóknak. Következő könyvünk a Ki mit tud a világról sorozat, Dinoszauruszok és őslények című könyve. Akiket érdekelnek a dínók, hát annak szinte kötelező olvasmány ez a könyv. Megismerhetjük belőle a növényevőket, illetve a ragadozó dinoszauruszokat, vagy a repülő, vagy éppen vízi élőlényeket. Megtudhatjuk, hogy mikor éltek, mit ettek, hogyan harcoltak, hogyan szaporodtak, hogyan kommunikáltak egymással. De ezen kívül rengeteg érdekes információ birtokával juthatunk a gyönyörűen illusztrált könyv segítségével. Ez már csak azért is fontos, mert 2015. júniusában jön a Jurassic Park 4. Én már alig várom, hogy láthassam a sok dínót a filmben. A kőzetek és ásványok kedvelőinek is találtam egy könyvet. Az érdeklődők megismerhetik belőle, hogy hogyan alakultak ki a kövületek, és hogyan őrződhetnek meg akár évmilliókon keresztül is, illetve felfedezhetjük, hogy milyen természeti folyamatok hozták létre a különböző kőzetfajtákat a föld belsejében, illetve megcsodálhatjuk az első kőeszközöket is, amelyek némelyike akár 300 ezer éves is lehet, illetve megtudhatjuk, hogy mi a különbség a kőzet és az ásvány között, melyik a legértékesebb fém, hány kilós a legnagyobb aranyrög, illetve melyik a legkeményebb ásvány.
Ezen kívül sok-sok érdekesség várja még a könyvben a kis felfedezőket. Következő könyvem a már olvasni jól tudóknak szól. A legszebb mesék Mátyás királyról a címe. Hát ki ne ismerné Mátyás királyunkat. Ő az, aki az ország törvényeit nem csak az egyszerű emberrel tartotta be, főuraktól is számon kérte azokat. Halála után a nép ajkán élt tovább királyunk alakja, így vált sok népmesénk szereplőjévé. Ebben a kötetben a legszebb meséket olvashatja az olvasó. A mesékben Mátyás király hát szokás szerint áruhába bújik, így járja az országot, a jókat bátorítja, szigorúan lép fel a rosszakkal szemben, és a bűneiket megbánóknak mindig megbocsát. A gyönyörű hagyományőrző illusztrációk Fekete Szabolcs és Molnár Anita kezemunkáját dicsérik. És elérkeztünk az utolsó könyvünkhöz. A történelmet kedvelők figyelmébe ajánlom. Az első világháborúval foglalkozik ez a könyv, illetve ennek az eseményeit foglalja össze. A trónörökös meggyilkolásától a nagy háború szörnyűségein, illetve hős tettein keresztül a lövész árkok életéig mutatja be az eseményeket. Megismerkedhetünk belőle a légi csaták szereplőivel, ászpilótáktól a Zeppelin léghajókig. Kik voltak azok az emberek, akik fontos szerepet játszottak a háborúban, illetve a nőknek milyen szerep jutott, vagy hogyan tudtak kapcsolatban maradni egymással a fronton harcolók és az otthoniak, illetve azt is megtudhatjuk, hogy ki vagy mi volt Kövér Berta. Melyek voltak a legjelentősebb csaták, vagy hogy hol van a világ legnagyobb tankmúzeuma? Hát akinek felkeltettem az érdeklődését, akkor a gyerekkönyvtárban megtalálja nálunk ezt a könyvet, és ajánlom figyelmébe, én magam is nagyon szeretem a történelmet, azon belül is az egyik kedvencem az első világháború. Ennyi fért már a könyvajánlókba, köszönöm szépen a figyelmüket, ne feledjék, olvasni jó, könyvtáraink nyitvatartását a képernyőn láthatják, a viszontlátásra. Köszöntöm kedves televízió nézőinket, a mai műsorunk a szülők és nagyszülők a gyereknevelésről. Úgy tartja a mondás, hogy a szülő arra van, hogy nevelje gyerekét, a nagyszülő pedig arra, hogy kényeztesse.
A mai vendégünk Végső Lászlóné Zsuzsa. Üdvözöllek. És Tóth Józsefné Éva. Üdvözöllek. Milyen érzés volt nektek először, mikor megtudtátok, hogy unokátok születik? Most mondhatnám azt is, hogy felemelő érzés. Aztán egybe, mintha rád zudulna minden, mert akkor az van, hogy most Úristen, hát most unoka, szóval erre nem tudsz felkészülni. Majd már mikor úgy egy-két nap eltelik, és akkor tudatosul benned, hogy unokám lesz. De mikor megtudtam, az valahogy éreztem, mert gyerekek hazajöttek, és akkor Zsuzsi úgy mosolyog, és mindig az az első kérdésed, hogy valami baj van, vagy mi történt. És akkor nem mondott semmit, és mondom, Zsuzsika, unokám lesz. És akkor tudod, kitört belőle a nagyobb boldogság, és akkor, hát és akkor elsírtam magam, mert... Akkor te már ezt anyai szíve megérezted. Hát igen. Ez érdekes dolog, mert minden másra gondolhattam volna, mert azt sem mondták, hogy hová mennek, de mikor láttam mind a kettőt, akkor igen éreztem, hogy unokám lesz. És hát ez boldogság. Ez boldogság. Ezt szavakban nem lehet önteni, hogy mi megtudtuk ezt a hét. Decemberben voltunk külföldön élő gyermekünknél, és január első napjaiban volt a párom születésnapja. Tehát éppen külföldön éltek kint akkor? Igen, külföldön éltek. És egy január 6-án kaptuk ezt a táviratot, amelybe közölték, hogy apunak még ilyen születésnapja nem volt, és ez, talán ilyen ajándékot még ő nem kapott, és mondanom se kell, úgy, ahogy most mi itt ülünk, a meghatottságtól, a boldogságtól, mondhatom azt, hogy elsírtam magam, és nem tudtam eszmélni attól az érzéstől, hogy nagyszülők leszünk. És ezek után pedig várva vártuk, hogy az elkövetkezendő hónapokban a Jóisten megajándékozta ezzel a gyermekkel a gyermekünket, és nekünk is a gyermek után, hogy milyen ajándékot hoz a leendő kisunokánk. És ehhez még el kell mondanom, hogy mivel külföldön tartózkodtak, augusztus 23-án indultam ki hozzájuk, szeptemberre volt a babával kiírva Marian, és a Máté Szalkai vasútállomáson megkaptam az örömhírt, hogy megszületett a kisunokám. Úgyhogy leírhatatlan élménybe volt részünk, vagy érzésbe, élménybe. Jól mondják azt a közmondás, hogy nem tudja azt, akinek nincsen unokája. Igaz, hogy a nagyi jobban félti az unokáját, mint a saját gyerekét annak sokkal, idején? Sokkal jobban félti, sokkal több mindent megenged neki. Tehát feltétel nélkül szereti az unokát. A nagyinak nem a tanítás, nem a nevelés a feladata, hanem a szeretet. És akkor megengedtek-e valami olyan dolgot az unokának, amit az anya nem enged meg? És a nagyi ezt megengedi? Vagy a nagyi együttműködik az anyukával? Hát nálunk ez úgy működik, hogy nem engedem meg. Próbálkozik. Igaz, hogy még 9 hónapos, de bepróbálkozik, hogy mutat, és ha olyan, persze nem. És mondom neki, hogy szerintem ezt anya se igazán engedi meg, mert ez nem neked való. De azért olyan kis tündér-bündér, hogy tényleg mindenre rápróbálkozik, hogy ha azt mondanám, hogy a kupcserepet, akkor azt is leszedetné, de hát egyértelmű, hogy nem. Nem, mert én úgy vagyok vele, hogy ha most megengedem, és akkor utána a Zsuzsi van vele. És akkor sokkal nehezebb dolga van, hogyha egyedül van, mert nincs annyi ideje, visszagondolva arra, hogy nekem is 2 volt. És azon voltam, hogy rendben legyen minden, meg időm legyen mindenre, és ha én most ezt elviszem egy másik irányba, akkor a Zsuzsi nem tud mellette csinálni szinte semmit. Nem az a célom, hogy most egyfolytában ölbe legyen, meg ide, meg oda. Úgy el van a kis saját világába, és ha olyat kérdez, akkor mindig azon vagyok, hogy elterelem a figyelmét. Figyelemelterelés a rossz dolgokról, úgymond idézőjelbe téve,
És akkor fogja magát, és valami máshoz hozzáfog. Valami máshoz. Mert mindig az van előttem, hogy én, ha eljövök, utána csak a lányomnak van bele a gondja, a baja. Így azt meg szoktam kérdezni a Zsuzsitól is, hogy esetleg ezt, vagy meddig megyünk el. De amíg a Zsuzsika azt mondja, hogy anya most inkább ne, akkor nem fogom rossz helyre vinni a gyereket. Tehát nincs az, hogyha mondjuk nálad van és vigyázol rá, hogy amit anya nem enged meg, akkor nálad minden szabad, nem. És hogy később ezzel vissza is éljen. Nem. Mondom én is neki, hogy nem szabad, mert nem. Mert akkor nem fogja egy idő után el tudni dönteni, hogy most a mamánál lehet, anyánál nem lehet, vagy akkor melyik a jó. Persze mindig az a jó, amit megengednek. Mindig az a jó, mert nekünk is az a jó, hogy a tiltott dolog az mindig jó. És nem, az anyuka nevelje, én arra vagyok, hogy szeressem, kényeztessem, és ennyi. Így látod te is? Nem, én nem lennék őszinte, ha azt mondanám, hogy nincsenek olyan dolgok, amit egy gyerek a nagyszülőnél megtehet otthon, meg nem. És mik azok a dolgok? Nálunk például ilyen általános dolgok voltak, hogy otthon nem ehet például bent a szobába. Vagy ha szétszórta a játékot, akkor igaz, másfél éves volt, mikor hazakerültek, és gondolom az a másfél évi szeretetet még jobban akarta volna a nagyszülő pótolni, amik hiányzott a távolság miatt, de bevittem az ágyba a reggelit, amit nagyszülő nem enged meg, leterítettem. Igaz, a ketchup lecsorgott az ágyra, letakartuk párnával, de nem volt gond, vagy szétszórt a játékot. Tudom, hogy az anyjának csinál ezzel a saját anyukájának gondot, terhet, de emellett én elmagyaráztam, hogy itt mamánál szabad, de ott, hol például nem. De akkor ezt már megértette? Igen, mivel nagyobb bacska gyerek volt már. És ezt a mai napig is. És akkor ti ritkán is találkoztok? Hát sajnos a sors azt hozta, hogy újabb távolság jött be köztünk, és nyilván tudjátok többen is, hogy nyáron kint voltunk hozzájuk, és megint előjött az a nagyszülői engedékenység, ami itthol volt, igaz, már 6-7 éves nagyfiúcska. És mit jelent az nektek, hogy kényeztetni? Kedvenc kajáját megfőzni, gyerekjáték, tyukanyomódjára játszani a gyerekekkel. Visszamész ilyenkor? Lemegyek gyerekkorba. Játékterén, vagy bármi dolog van, amit a igen, gyerek szeretne. Igen, csúszunk az asztal alatt, meg ilyenek. Tényleg így van. Hogy élitek meg ezt az egészet? Hát, mint ahogy az Éva is mondta, ezt tényleg át kell élni. Most hiába mondom el, hogy ha meglátom, repül, mert repül ez hozzám. Ez teljes szerelem. Igen, az. És akkor oda bújik a nyakadhoz, és akkor, ha csak megsimogat is, olyankor azt mondom, a csillagot az égről. Olyankor mindent elfelejtesz, hogy rossz, meg a világ, meg minden. Olyankor csak ő, és egyfolytában kacag, egyfolytában nevet, és mindig azon vagyok, hogy olyan dolgokat csináljunk, hogy nevessen. Mert ha nevet, azt látom boldog. Ha boldog, akkor kiegyensúlyozott. És akkor ez a mai világban, ez nagyon fontos, igen, hogy egy gyerek kiegyensúlyozott legyen. Tudja, hogy mit akar, mit szeretne, de ha olyan dolog, akkor azt is tudni kell neki, már ennyi idősen is, hogy azt nem. Mert az biztos azért nem, mert most fedeztük fel hétvégén a konnektort. Na most a konnektor nem. Akármennyire tetszik neki, nem szabad, mert nem szabad. És akkor megpróbálod azt csinálni, hogy valamivel megint eltereled a figyelmét, és akkor már nem megy oda. És akkor nem megy oda, és nem csinálja azt. És voltak-e olyan dolgok, amiben segítséget kértek a gyermekeitek nevelés szempontjából? Hát, vagy a tanácsot kérték, hogy hogyan csinálják? Persze, hát mondjuk nálunk akkor jött az első segítség, mikor hazajöttek. Szülőszobáról hazajöttek, és akkor én mindig azon voltam, hogy ugye van más fiatal is a családba, hogy Istenem, csak legalább én fürödhessem, hogy én legyek az, mert én mikor a lányok megszülettek, ugye nekem ott volt anyósom, és nagyon nagy segítség volt, mert a két lány közt van 11 hónap. Na most a 11 hónap, azt mondom, egy idősek.
és nagyon nagy terhet vett le a vállamról, az, hogy fülöztés, meg ilyenek. És annyira bíztam benne, hogy hát, ha fogja mondani a Zsuzsi, ugye nem ajánlott fel, mert nem akarsz rátelepedni, nem akarod azt, hogy most te fogod az ő gyereke, és akkor rendezze. És mikor hazajöttek, hát az volt az első, hogy anya, akkor füröztöd? Hát persze, hát egyértelmű, hogy füröztöm. Ha egyet szólnak, ugye kettőt ugratsz. De az, hogy én most így menjek, és mondjam, hogy de most ezt így, meg úgy kellene csinálni, nem igazán. Mert nem telepedsz tanuljon, anyagukra. Nem telepedek rá. Mindenki tanuljon a kis maga hibájából. Olyan nagy hibát nem tud elkövetni, hogy azt ne tudja helyrehozni. Meg azt mondom, hogy a gyerek viszi magával azt a nevelést, amit kapott. Azt a szeretetet, és akkor ő még próbál rátenni egy kicsit, hogy ne az legyen, hanem akkor én még egy kicsit jobban próbálom megcsinálni azt, amit anyától tanultam. Szóval nálam ez volt. Igen, szokott segítséget kérni, ha esetleg utaznak valahová, és olyan, hogy nem akarja olyan közösségbe bevinni, vagy kórház, vagy esetleg, és nem a gyerekkel van gond, akkor igen, elvállalom. De az, hogy most rátelepedjek, és húzom, és vonom a gyereket, nem. Mert mindenkinek van egy kis világa, és úgy gondolom, hogy az legyen az ő kis világa, ez az enyém, nagyon nagy boldogság, mikor ott van, főleg, ha hétvégeken most már ott is alszik, akkor most az Éva szavát ízlelem, hogy nincs az, hogy most 8 óra is fürdés, hanem ha jól érzi még magát, akkor legyen 8:30. Legyen 8:30, és akkor azt mondjuk, hogy egy kicsit bűnöztünk, mert ráhúztunk egy 1/2 órát, de hát egy boldogság. Ennyit nálatok szoktunk. Volt ilyen? Volt, mondom sajnos is, de hál' Istennek, hogy Marian kint szült. Nekem igénybe kellett vennem legalább 6 hetet, hogy kint legyek Mariannal. Tudnélik nem volt teje. A kisfiú nagyon síros volt. El kell mondani, hogy Milánnak hívják az unokámat. Többek között a Zsuzsájét is. Igen. És 6 hétig kint voltam vele, tehát fürdetésbe, éjszaka, mert tápszerre át kellett állni, mivel nem tudott szopni. Éjszaka etettem, pellenkáztam, hát olyan segítséget adtam, amire egy szülőnőnek azt hiszem legtöbb esetben szüksége, igénye van rá. Hát mikor meg hazakerültek, akkor meg bármilyen nemű, hogy anya vidd el az óvodába, vagy bölcsébe, óvodába a gyereket, anya dolgozok, menjél érte, főzzél Milánnak ezt. Ilyen általános dolgok, amit legtöbb esetben minden szülő megcsinál. Visszatérve, hogy honnan tudja a gyerek, hogy szereti a nagyszülő, a Milánkát megkérdeztük, hogy honnan tudod, hogy szeretnek mamájék, és azt a szavat mondta, hogy mert mama olyan boldog és vidám. Egy 1,5-2 éves gyerek már mikor beszélni tud, le tudja vezetni azt, hogy miért boldog mama, vagy mitől boldog mama, vagy miért szeret mama. Kihez ragaszkodnak jobban, a papához vagy a mamához? Hát, ezt lehet így látni? Igen. Lehetséges látni, mivel attól függ, hogy a gyerek már főképpen, ha nő, hogy mire van igénye. Ha meseolvasásra, vagy ilyen gyerekes benti játékra van, akkor nálunk volt igénye. Viszont ha kint az udvaron játszani, vagy olyan dolgokat, amit kis férfiak cselekszenek, fiúk, férfiak, ott meg nagypapát, vagy futballozás, vagy tetőmászás, vagy talicskázás, vagy fára mászás, mint egy kis legényke. Mint a fiús dolgok. Mint a fiús dolgok. Nálunk legalábbis ilyenkor vették igénybe a mama szeretetét, meg a papát, mikor milyen dolgokra volt igényük. Van-e olyan dolog, amit először csinált nálatok, vagy ti tanítottátok meg valamire? Hát nálunk volt, igen, és nagyon meg is ijedtem, mert mindig az van, hogy anya most ezt csinált a Milán, most megfordult, meg így, és akkor is tudom, elmentek, és ügyeltem rá, és így ültünk, vagyis hát ő feküdt a kanapén,
És volt itt is egy párna, meg itt is, és úgy közé fektettem, mert nagyon szeret úgy pöfeszkedni, úgy el van nyúlva. És egyszer csak így fogta magát, így kitámasztotta a könyökét, és felült. És tudod, azt sem tudtam, hogy úristen, most mi van? Hát mondom, legalább mondhatták volna, hogy készülj fel, mama, hogy a gyerek felül. És akkor hazajöttek, és mondom, hogy Zsuzsika, legközelebb szóljatok, ha valami új dolog van a Milán életében, mert mondom, meglepődtem. És azt mondja, hogy hát de anya, hát miért? Hát mondom, mert felült. Felült? Hát azt mondja, hogy nem ült fel. És akkor ugyanúgy betettem, és így kitámasztotta a könyökét, és akkor a Zoli is mondta, hogy hát még eddig ilyet nem csinált. Szóval ott csinálta, igen, először. Ott csinálta nálunk először. Először csinálta. De a Milán, ahogy figyelem, most 9 hónapos, és mondtam a Zsuzsának, hogy nem kell sürgetni, meg nem kell összehasonlítani más gyerekkel, igen, hogy ez mit csinál, az mit csinál. Azt tudni kell, hogy egy lánygyerek sokkal hamarabb csinál mindent, mint egy fiú gyerek. Mert az enyimek már 9 hónaposan, hát már úgy kezdte magát felhúzni, meg minden. Milán is megcsinálja, ha lát egy távirányítót, vagy egy telefont. Akkor igen, akkor odamászik, felhúzza magát, és ha kell, most már az ágyról hátra curik, és lejövünk, és boldogok vagyunk. De ha nincs olyan dolog a közelében, hogy ezt most nekem nagyon meg kell szerezni, hát akkor ugye el vagyok. Ugye elkuszok, mászok, meg izé, de nem erőlteti magát túl. Mondtam Zsuzsinak, meg a Zolinak, hogy a gyerek nem fog felesleges köröket futni, mert ez olyan lesz, hogy amit akarok, azt úgyis megszerzem, és egy ilyen kis határozott gyereknek látom, hogy igen, én azt akarom, és akkor az az enyém lesz. Azért teszek is valamit, és azért akkor teszek is valamit, mert mindenünk keresztül megyek, de ha annyira úgy nem érdekli a dolog, akkor úgy el van a kis világába. Kis nyugodt gyerek, nagyon első perctől kezdve az egész éjszakát átaludja. Azt mondom, semmi probléma vele. Mondtam a Zsuzsinak, hogy te éjszakákat sírtál, meg hónapokon keresztül nem aludtunk, mert nem aludt éjszaka, megfordultak az éjszakák, a nappalok. Ő ezt nagyon jól csinálja, mert alszik végig. Alszik végig, és reggel mosolyogva ébred, és akkor olyankor minden szuper. Minden szuper. Nálatok? Számtalan eset, ami talán most nem is jut eszembe, olyan nagyobb dolgok. Az indulás, egy-egy szó, amiket kiejt, az elindulás lényegébe, vagy az első kis verse. Nem. Milyen típusú nagymamák vannak szerintetek? Vagy milyen típusúnak tartjátok magatokat? Én olyan tyúkanyóféle vagyok. Én olyan tyúkanyóféle vagyok. Én pörgős. Pörgünk, táncolunk, énekelünk, mindent. És az első a zenénk, a házasodik a tücsök. És akkor ott volt egy nap, hát ugye mit fogok hallgatni? Hát nem egy rockzenét fogok hallgatni, óvodás zene, gyerek dalok, házasodik a tücsök. És a Milán első perctől figyelt, és láttam, hogy repül ki, mert ugye színes képek, meg minden. És ugye Facebook, kiírtam, hogy Milánnak a kedvence. És akkor mondja a Zsuzsi, hogy anya, szerintem nem is ismeri. Mondom, meg fogsz lepődni. Mindenki ismeri. Meg fogsz lepődni, mert a Milán erre táncol. Azt mondja, menjél már. És gyerekek, fogtam az ölembe, és elindult házasodik a tücsök, és a Milán egyfolytába. És nem kellett, hogy mozgassad a kis popsit, az egyfolytába táncolt, és vigyorgott, és visított. És akkor ráálltunk egy másik gyerekdalra megismerni a kanászt, és abban meg lássa is a gyerekeket, és botos tánc, meg minden. És ugye azt tudni kell, hogy a Milánnak a nagypapája, a Simon Jani bácsi, igen, ugye ő nagyon nagy táncos volt. És ha hiszitek, ha nem, mikor meghallotta ezt a zenét, énekelt. Na most ez az ének, ez abból állt, hogy és ezt így mondta, és akkor mondtam a Zsuzsinak, hogy gyertek be, mert ezt látnotok kell. És a gyerek nem látta, hogy bent vannak, és azt mondta Zoli, ilyen nincs. Na mondom, van, látod, van. Mondom, erre szoktuk azt mondani, hogy a vér nem válik vízzé. Mondom, Milánban ott van, és azóta is, hogyha meghallja ezeket a gyerekdalokat, hát ki tudna urani a bőréből. És most már táncolunk is, mert van egy ilyen
milyen hintának mondjam, milyen ugrós, szóval beleülteted, uh-huh. és van egy uh-huh. nagy rugó, és így, és akkor meghallja, rugó, taps, és ott minden játszik. Énekelés, és minden van. Szóval ez ilyen, hogy én pörgősebb vagyok. Zenélünk, meg most kapott egy mesekönyvet, de ezek a dolgok úgy nálunk vannak. Hogy ne legyen az, hogy most minden húzzuk, mondjuk, a mamánál is vannak olyan dolgok, ami otthon nincs. És mikor megláttam a mesekönyvet, hát akkor is azt mondtam, hogy ilyen nincsen. A nyuszi, és akkor veszi az arcához, és jaj, tetete, és ez a szeretet, ez a jaj, tetete, ez a... imádja. És hogy képzeljük Tyukanyómamit? Hát Tyukanyómami maga mellé fekteti az uh-huh. unokáját, altatja, ringatja, mesél neki, mint korábban mondtam már, a kedvenc kajáit főzi, lemegyen gyerekszintre, és hát, hogy is fejezzem ki, hogy szépen mondjam. Szárnya alatt tartja, óvja, védi őt, még a széltől is. Hát igen. Nem is tudom szavakba foglalni. Voltatok-e olyan helyzetben, hogy úgy láttátok, hogy a gyereketek ellen szeretnétek szólni, mert valamit mondjuk nem jól csinált, és vissza kellett fogni magatokat, hogy ne szóljatok bele? Természetes, mint minden nagyszülő, ha anyuka vagy apa rászól a gyerekére, uh-huh. és ott valahol a nagyszülőnek az fáj. Nem úgy veszi, mint a saját gyerekére, mikor rászólt annak idején, hogy ne csináld ezt, vagy nem ennyi, de vagy ne nyúlj természetes hozzá. Volt, hogy igen. Ez természetes volt, hogy az én gyerekem azt csinálta, vagy rászóltam, uh-huh. de az unokánál ellentétes, teljesen ellentétes dolog. Bármilyen nemű. De amúgy a nevelési módszerbe én, mint nagyszülő nem szóltam uh-huh. bele, hogy nevelje a gyermekem a gyerekét. Nekem csak szeretni kell. És kényeztetni. És kényeztetni. Igen. Mit üzennétek a nagymamáknak? És a leendő nagymamáknak is? A leendő nagymamáknak? Hát... a leendő nagymamáknak. Végül is úgy üzenni nem igazán lehet, mert mondom, ezt át kell, hogy éljed. Mert ugye nekem is mondták, hogy majd meglátod, ha lesz unokád. Jó, meglátom, lesz unokám, pici lesz, meg izé. De ez tényleg olyan, hogy ezt át kell éljed, át kell érezzed, ez csak akkor tudod, hogyha már ott vagy, benne vagy. Mert hiába fogom én azt mondani, hogy ó, majd szeressed meg, ezt csinálj. Az jön magától. Észre se veszed, és akkor tényleg már nem vagyok én is a földön, uh-huh. és akkor csúszunk, és akkor mászunk, meg bujócskázunk, meg szóval úgy üzenni tényleg nem. Át kell, hogy éljék. Én csak annyit tudok mondani, hogy egy olyan pont az életedbe, hogy megszépíti a világot körülötted. Most ebben a mai világban, meg amiben élünk, hát minden. Vannak dolgok, amit másképp látsz ezáltal? Persze. Másképp látom. Nem, ha csak oda megyek vissza, hogy munkahely, stressz, idegesség, meg minden. És akkor mióta megszületett Milán, mondták a lányok is, hogy teljesen megváltoztam. Lazábban veszem, nem vagyok olyan feszült, mert tényleg egy hétvége, mikor ott van nálunk, teljesen átvarázsol. El tudsz lazulni, csak arra tudsz gondolni, hogy a jó dolgok. Aztán minden más úgy elmegy. Minden más elmegy, és azt mondom neked, hogy ebből táplálkozok, mert visz előre, mert ott van az unokám, és akkor azt mondom, hogy még kell rá vigyázzak, akkor arra kell vigyázzak, hogy ne legyek beteg, nagyon oda kell figyeljek magamra, mert ha beteg vagyok, akkor ő nem fog tudni jönni. Azért nem fog tudni jönni, hogy ő nehogy elkapja, mert ez van. Szóval így magamra is odafigyelek, őre még jobban ide figyelek, és ez így kitölti az életedet, mert ahogy a lányok elkerültek a háztól, hát
azt mondom megint, mintha ifjú házasok lettünk volna. Mint minden kornak megvan a szépsége, de talán a nagyszülői kornak a legszebb. Meg fiatalítja a gyereket. Uh-huh. Több értelme van élni. Igen. Sokkal több értelme. Na, el kell ahhoz mondanom, hogy 2 évvel ezelőtt van a páromnak egy lánygyereke, uh-huh. ahol 20 év után született meg az első kisunoka. Igaz, 300 kilométerre laknak tőlünk, de csupa szívlélek, mikor skype-olunk a távolság miatt, a gyerek hiába távol vagyunk, nyúl a kamerához, és akkor fogna megfele bennünket. És most húsvétkor kaptam egy legújabb hírt, hogy újra nagymama leszek, és ami érdekesség, ennek el kell mondanom, hogy rendeltek a gyermekek Amerikából Magyarországon egy tortát, és megvárták, hogy a család uh-huh. együtt legyen, és a tortát meg kellett vágnunk, és abba közölték velünk a babának a nemét, úgyhogy lesz egy újabb kisfiúnokánk. Gratulálunk. Köszönöm szépen, ami ismét leírhatatlan érzést váltott ki uh-huh. mindkettőnkbe, vagy mindannyiunkba, de mind nagyszülőbe gondolom. Nem lehet szavakba önteni ezeket a dolgokat. Nem, ezt tényleg át kell éljél. Kívánom minden leendő szülőnek, hogy érjék meg az, hogy nagy szülők legyenek, mert talán ettől boldogabb érzés. És hogy látjátok még utolsó kérdésnek a gyerek és nagyi kapcsolatát? Milyen kapcsolatot szeretnétek végig a gyerekekkel? Én úgy szeretnék, hogy mindig maradjon meg bennünk az a jó, szóval nem akarom túl szeretni sem, mert ugye van a környezetünkben olyan, hogy mikor egy kisfiú már megfolytod nagyobb. Megfolytod a szereteteddel. Mert egy kicsit már akkor nagyobb, akkor már nem fogja azt hagyni, hogy mama öli, puszi, meg minden, mert van egy ilyen dolog, hogy most mama ne csináld már, mert már nagy fiú vagyok. Ciki is lesz egy idő után. Egy idő után, igen. Szóval én úgy szeretném, hogy a Milánnal mi úgy legyünk, hogy mindig jó érzéssel, uh-huh. mindig jó érzéssel, örömmel jöjjön hozzám, és ne és legyen az, mondja el a kis dolgait. Hát igen, már most is, most jó, nagyon jó, uh-huh. mert ugye vannak dolgok a mama életébe is, amit úgy elmond neki, uh-huh. és már most nem sokáig, mert most már kezd gögyörészni, uh-huh. hogy a titkaimat ugye megőrzi nekem. De én szeretném azt is, hogy később is legyen uh-huh. az a kapcsolat, meg hogy ő is elmond dolgokat, én is elmondok, és ez úgy maradjon meg uh-huh. nekünk. Maradjon uh-huh. meg nekünk, mert az jó, hogyha az ember úgy ki tudja a lelkét önteni, meg el tud mondani bármit, legyen nyitott, és akkor én úgy szintén nyitott vagyok neki. Szóval én így szeretném, hogy így maradjon meg nekem. Ivati, távol vagytok egymástól. Távol vagyunk, de mégis közel vagyunk, igen. Hála a jó Istennek, ennek a technika adta lehetőségnek. Igen, de el kell mondanom, hogy még itt hol voltak, és 2 évvel ezelőtt elmentek. Igaz, 6 éves volt Milán, 6 lett volna, de el lehetett bármit mondani, és a kis titkunkat, tudod, uh-huh. meg tudta őrizni. Én is így szeretném, hogy úgy legyen ez, hogy nem megfojtani, idézőjelbe téve, de igen, hogy próbáljon meg mindent elmondani nekem, hogy úgy partnerek legyünk mindenbe. Megbízik a nagyszülőbe a gyerek, hogyha észreveszi, hogy nem él vissza. Úgy közeledik a helyzettel. Igen. Akkor további jó egészséget kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy a 2 kis Miláról ilyen sokat megtudhattunk. Mi is köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehettünk. És köszönjük kedves nézőinknek, hogy velünk tartottak. További szép estét kívánunk, a viszontlátásra.